A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. A mai témáink három rendkívül fontos téma. Az egyik egy interjú, amelyben Gyurica Csabát idézzük meg, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektorát. Aztán kell, hogy szó essék a vetésekről, illetve a hétvégén rendezték Kaposváron az Állattenyésztők napját. Vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara növénytermesztésért és állattenyésztésért felelős alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Tiszteletem minden kedves néző. No, hogy pontos legyek, egy idézet Gyurica Csabától. Tehát a rektor úr úgy fogalmazott egy interjúban, hogy a szántást azonnal be kell tiltani Magyarországon, és hozzátette, hogy veszélyben van a magyar burgonya, a barack, a mezőgazdaság annak ellenére nem siet alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, hogy azonnali és teljes struktúraváltásra lenne szükség. Más növényfajtákat kell termelni, folytatja, más technológiákat kell alkalmazni, máskülönben visszafordíthatatlanok a folyamatok, amelyeket megjelölt. Ön, mint azt hiszem, hogy egyik első számú szakértő hazánkban, hogy vélekedik erről a gondolatsorról? Alapvetően ez a gondolatsor igaz. Évek, sőt, mint több évtizedek óta napi renden van a Magyar Agráriumban. Legfeljebb rektor úr nagyon erőteljes szavakkal fejezte ki ezt a problémakört. Nyilvánvalóan figyelemfelkelte és széljából, amit végül is elfogadok, mert bizony valahol a társadalom is ezekkel az új információkkal kapcsolatban ilyen, hát nem teljesen odafigyelő, hogy finoman fogalmazzak. Én pontosan tudom, amikor egyszer a Fejér megyei hírlapba mindenféle löttyöknek neveztem a műtejeket, tej zóidézőjelbe, akkor egyetlen, és ott is keményen fogalmaztam, én is a figyelemfelkeltés miatt egyetlen hozzászólás volt interneten, amiben azt kifogásolt az egyik olvasó, hogy hogy lehet közbeszédbe ilyen csúnya szavakat használni. Tehát nem a lényeg, hanem bizonyos szóhasználatok nem tetszettek neki. De most nem ezt folytatva, hanem azért lássuk be, hogy Birkás Márta professzorasszony pont a Matén van, aki hát három évtizede óta hirdeti azt, hogy forgatás nélküli, a talajt tönkretevő, szerkezetet romboló, tárcsát nem használó talajművelési módokat használjunk, és ezek a lazítás és hagyne soroljam. Tehát ami nem porosítja a talajt, hiszen ezek a nagy porviharok is időnként, amikor megáll az M1-esen is a forgalom, ettől vannak. Tehát itt ebbe a műsorba is számtalanszor korholtam, én is még a büntethetőséget is előhoztam a tekintetben, hogy aki szánt, az azonnal zárja le a talajt. Hiszen ha nem zárja le a talajt, akkor 10-20 milli, de olyan, amilyen mélységbe szánt, olyan mélységbe annyi milliméter csapadék elmegy a szelek szárnyán. És ez bizony az aszályos időszakban, főleg a klímaváltozás okán is nagyon nagy szükség lesz. És hát lássuk be, hát ott nem csak a csapadék száll el, a szén-dioxid is elszáll. Tehát ilyen értelemben egészen egyértelműsíthető, hogy az a fajta gondolkodás, amit meg kell változtatni az agráriumba, az napi renden kell, hogy legyen, teljesen mindegy, hogy milyen szavakkal. De hogyha megnézzünk itt egy más kontextust, hiszen a hozzászólásokban elég durva megjegyzések voltak a kommentek részében az interneten a cikk kapcsán, ugye az Agroinform jelentette meg. A Agrárszenzus például kihozta teljesen egyértelműen, hogy Magyarországon hogyan változott a struktúra.
Először is 14%-ra csökkent az állattenyésztő gazdaságok száma. Elképesztően rossz arány. 74% a növénytermesztéssel foglalkozók, és hát a többi kertészet meg egyéb most nem sorolom. Gyakorlatilag figyelembe véve ezeket a dolgokat, bizony úgy néz ki, hogy ezen az arányon javítani kell, hiszen azon belül 58%-ról 60%-ra emelkedett a gabonatermesztésnek a százalékos aránya a növénytermesztésen belül. Ami viszont nagyon-nagyon hát elgondolkodtató adat. Az egyik az előregedés, ami azt mutatja, hogy több mint 35% 65 feletti gazdálkodónk van. A másik pedig, ami még lényegesebb, hogy több mint felének nincsen semmilyen szakmai képzettsége, még az aranykalászos sem. Tehát nyilván ők legalább értenek az agráriumhoz, mert csinálják, de ezeket az új ismereteknek a befogadását bizony sokkal-sokkal nehezebben sajátítják el, és a gyakorlatba valósítják meg. Ebbe lényeges előrelépés kell, tehát először is az edukáció, a tudás az, ami fontos. Ezt mondom azért is, mert itt már sokszor beszéltünk, hogy társadalmi szervezetek milyen szinte néha lehetetlen e-mailekkel, különféle ismeretekkel bombázzák a társadalmat, és milyen akciókat indítanak annak érdekében, hogy mondjuk szüntessük be a vágóhidakat Európába, és hagyd ne soroljam. Miért? Mert három ember termeli meg ma Magyarországon is, és Európában is 100 embernek az élelmiszer szükségletét. Tehát a három emberből van még a 50%, amelyik szakképzettséggel nem bír, és innentől kezdve a 97% pedig ilyen szegmentszerű ismeretanyaga van a mezőgazdálkodásról. Szegmentszerű ismerete van a állattenyésztésről, növénytermesztésről, és gondolkodás nélkül fogad be olyan hamis ismereteket, amik ma már nem igazak. Tehát így lettünk kiáltva a legnagyobb széndioxid termelőnek is, ami részben igaz, mert termel a talaj széndioxidot, de azért azt is lássuk be, hogy Európában a talajok kevesebb, mint 10%-a termeli a széndioxid tömegnek a több mint 90%-át. Méghozzá ezek a természetvédett lápos területek, amelyek a legnagyobb széndioxid tőzeges lápos területek, a legnagyobb széndioxid termelők. Tehát az arányokat azért nézzük, hogy a természet hogyan működik. Tehát egy viszont teljesen biztos. Meg kell változtatnunk számtalan agrotechnikai tevékenységet. Meg kell változtatni, hiszen az, hogy forgatjuk a talajt, az, hogy kiszárítjuk a talajt, az, hogy ilyen értelemben ebbe a nagy szárazságba folyamatosan tönkretesszük a talaj mikrobiológiáját, a biodiverzitást, ez nem tartható fenn. Nem tartható fent a víz csökkenés okán sem, és nem tartható fent természetesen a klímaváltozás okán sem. Tehát a klímaváltozás hatással van a mezőgazdaságra, ezt tudjuk. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy megjegyezzük, hogy a mezőgazdaság is hatással van a klímaváltozásra. Tehát ez a kettősség mindenképpen megjelenik, és én azt gondolom, hogy a széndioxid kibocsátásról már beszélt, de ugye szóba került az is, hogy olyan új termékskálát kell kínálni, ami megfelel annak, hogy a klímaváltozás ne erősödjék. Igen. Hát ahogy előbb említettem, a gabona túlsúly a növénytermesztésen belül nem hogy csökkent volna, mert 2%-kal növekedett. A 60% ez borzasztóan sok. Tehát ennyire direktbe kitenni egy ágazatot ezeknek a növényeknek, ezt nem szabad.
Ráadásul ugye a klímaváltozás ezeket a növényeket azért elég erőteljesen sújtja, tehát itt még az öntözés sem jöhet szóba, az öntözésnek a költség növelő hatása okán. És hát nem beszélve itt a ukrán gabona árnyékába, bizony ezen lényegesen változtatni kell. Változtatni kell, és kellene, és mondhatnám a repcétől kezdve sok más növényt, de hát ott is folyamatosan csökkenünk, hiszen a növényvédelmi lehetőségeink pedig folyamatosan szűkülnek. Nyilván az Európai Unió által kiadott direktívák, környezetvédelmi elvárások tekintetében, amit nem győzöm hangoztatni, mert ez is edukáció, amit nyugodtan kiírhatna az Európai Unió, hogy tilos, 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 veszélyes, hosszú távon káros az egészségre, kivétel, ha ezt harmadik országból hozzuk be. Tehát ez egy nagyon-nagyon álszent dolog, hogy az asztalunkra, ha nem nyomon követett magyar élelmiszert veszünk, akkor az keverhető, kavarható, EU háttérrel rá lehet tenni, hogy gyártáshelye EU, és közben teli van ugye nyilvánvaló nátszukorral, ahol csak 26 féle hatóanyagot használnak, amit Európa Unióban betiltottak. Tapasztaljuk. Viszont egy fontos kérdés, hogy a növényvédőszerek és a műtrágyázás mennyiben ront a helyzeten, hiszen egyre inkább azt mondják a szakértők, hogy ez is túlzás. Igen, de azért nézzük meg ennek a másik oldalát. Ki az, aki a gazdát belehalszolja a rekordok szükségleteibe, a minél többet termelj, mert így sem marad alig nyereséged néha. Ki az? Ki az a gazda? Maga az a magyar mezőgazdász és földet művelő gazda akarja azt, hogy még több műtrágya, még intenzívebb fajták, még erősebb termésnövekedés, mert így maradsz életbe. Hát ezt nem a gazda találta ki. Talán el kellene gondolkodni, hogy a társadalomnak a érdekérvényesítő képességén belül kik azok, akik belehajszolják a gazdát. Majd utána persze el lehet mondani, hogy irgum-burgum csúnya gazda, hát te hajszolod a termés eredményeket. Miért? Mert belekényszerítik. És amikor megnézzük az árakat, azt szoktuk mondani, hogy van egy agrárolló. Ezt már lassan felejtsük el, mert bizonyos értelemben idejét múlta. De van egy kereskedelmi olló. Van egy kereskedelmi olló, amit nem használunk. Ezt a fogalmat én magam gondoltam ki a következők miatt. Az elmúlt 20 évben, még a mostani nagy válság és áremelkedések előtt, a termelői árak olyan 1,5-1,7%-kal emelkedtek. Addig a kereskedelemben megvásárolható termékek árai ugyanebbe az időszakban 2,5-2,7%-ponttal. Akkor miről beszélünk? Ezzel nem foglalkozik senki, hogy a kereskedelem folyamatosan növekvő haszonnal veszi át a termékeket és hajszolja bele a gazdát. Ez nagyon lényeges kérdés, mert ez az arány most a legutóbbi inflációs árnövekedésekben tovább nőtt. Most már a kereskedelmi árnagyság 3 fölött van. És akkor nem akarok itt utalni arra, hogy a gazdasági versenyhivatal azért bizonyos értelemben egy vizsgálatot végzett a tejáremelkedések kapcsán, és majdhogy nem jobban elmarasztalta a termelőt, mint azt a kereskedőt, aki hát gondolkodás nélkül emelte 2,5-szeresére a termelői árat a boltjaiba. Anna a tejné, amelyik hát a tartós tej kivételével pár nap alatt megfordul. Azt tudjuk, hogy megjelentek a precíziós technológiák, de mikor érjük utol önmagunkat abban az értelemben, hogy ezt egyébként lehetne tudatosan használni,
és úgy tűnik, hogy még nem tartunk itt. Mennyit segítene az, hogy adott esetben, amit felvetett egyébként a rektor úr is, hogy táblákon belül is változó mélységben szántsanak adott esetben? Igazából teljesen egyértelmű, hogy a precíziós mezőgazdaságnak nincs alternatívája. Tehát a precíziós mezőgazdaságot mindenkinek előbb-utóbb magáévá kell tenni, hiszen a költségtakarékos megoldások ezért értelemszerűen a környezetet romboló, a klímaváltozást előidéző UHG gázok kibocsátása is csak így tud lényegesen csökkenni. Tehát a precíziós mezőgazdaság a kis parcellákótól kezdve, természetesen a nagy táblákig mindenütt létjogosultsággal bír, és kell, hogy alkalmazzák. Az megint más kérdés, hogy ezekbe a tavalyi aszályos, az idei nagyon nyomott áras időszakba a gazda, hát nem tudom, hogy miből fog tudni annyit gyűjteni tartalékot, hogy ezeket a korszerű technológiákat megvásárolja, hiszen a két évben inkább beletett abba, hogy vetni tudjon, beletett abba, hogy a jövőbe reménykedjen, mert tudjuk jól, hogy aki most az őszieket majd veti, az hitből teszi. Abból a hitből, hogy gazdásznak született, a szolgálja a társadalmat, szolgálja a földet, szolgálja az embert, és amikor erről beszélünk, akkor mindig bennem fölmerül az, hogy sokat beszélünk növénytermesztésre, állattenyésztésbe is arról, hogy miért vágjuk le az állatokat, miért van húsfogyasztás, és én hétvégén is ezt mondtam Kaposváron is, hogy inkább tegyük azt, hogy nem dobjuk ki az élelmiszert. Tehát egy állat, amelyik életét áldozza azért, hogy finom, megfelelő étekkel szolgálja a mi életünket, ott tisztessége kell, hogy legyen az ételnek, nyilván az állatnak, és tisztessége kell legyen a gazdának, aki ezt megtermeli. És nem a szemétbe való semmiféle húsétel, mert ezzel is értelemszerűen nem csak tiszteljük a tevékenységet és magát az állatot, hanem a környezetünket is óvjuk. Nos, hát meg is érkeztünk Kaposvárra, hiszen az Agrártudományi Egyetemen volt az a találkozó, hagyományos találkozó, ami nagyon-nagyon fontos az állattenyésztésben is. Viszont hát nyilván a rektor úr gondolatsoráról még lehetne hosszasan beszélni. Én azt hiszem, hogy majd meg is tesszük, hiszen ezek olyan gondolatok, amelyek próbálják előbbre vinni mindazt, ami megreket, ha úgy tetszik. Viszont Kaposvár a szakmai találkozók csúcspontja ilyen értelemben, a magyar állattenyésztés vezetői szakemberei ott voltak. Egy ilyen találkozó mennyiben segít abban, hogy az állattenyésztés elinduljon azon az úton, amin eddig is haladt új irányba, és az új technológiákat, az új gondolatokat magukévá tegyék? Nagyon sokba. Nagyon sokba segít, hiszen Kaposvár azzal a különlegességgel bír, hogy egyetlen olyan országos és a Dunántúlnak a legmagasabb állattenyésztési kiállítása, amelyiket egyetem szervez. Sehol másutt az országban nincs olyan állattenyésztési kiállítás, amit egyetem szervezne meg. Ezért ugye Kaposvári egyetemi és állattenyésztési napok a címe, hiszen kettős célt tűzött ki. Egyik, hogy Kaposvár nem a mennyiségre, tehát az állatok kiállításának a mennyiségére helyezi a fókuszt, és itt a Magyar Állattenyésztőknek és az Állattenyésztő Szövetségnek az egyetértésével történik ez, hiszen mi válogatunk ilyen értelemben állatokat és szakmai szervezeteket, akik ott vannak, hanem a minőségre, a minőségi, szakmai és közönségprogramokra, amik alapján
ismereteket tudnak szerezni a fiatalok arról, hogy mi is ez a mezőgazdálkodás. A társadalom tagjai, akik kilátogatnak, ugyancsak megismerhetik a legfőbb dolgokat, hogy mivel foglalkozunk, mi az, ami már korszerűen megvan, mi az, hogy klimatikai, és hagy ne soroljam mindazokat a dolgokat, amiben nincs ismeretanyag. Mert nem tudjuk, hogy ma már egy jól megépített istálóba jobbak a klimatikus viszonyok, mint a tudományos akadémián, vagy az országházba. Mert nyilván itt már a legkorszerűbb ismeretek alapján épülnek ezek az istálók, és épp ezért a széndioxid kibocsátás és ammónia kibocsátás is nyilván sokkal kevesebb. Tehát ezek a hangsúlyok, amivel a tenyésztés új eredményeit lehet bemutatni, és hát ennek az eredménye is megvan, hiszen az nem csak a nagyság miatt, de el kell mondani, hogy egyedüli a mate abba, hogy elindította idén, mert el tudta indítani az összes állattenyésztési szakát. Ez nagyon-nagyon fontos. Az elmúlt években volt olyan időszak, vagy évtizedben, amikor egyetlen jelentkező nem volt állattenyésztési szakra. Azért ez döbbenetes, ehhez képest most minden szak elindulhatott. Messze az osztatlan képzésbe 100 fővel viszi a prímet, a 169 országosan jelentkezett osztatlan agrármérnök képzésre a MATE. Tehát ők nagyon erőteljesen indítottak arra, hogy a világ első 100 egyetemébe 30-ra kerüljenek. És igenis olyan új ismeretanyagoknak az özönét kezdik el nem csak oktatni, hanem ebbe kísérletezni, és különféle pályázatokon részt venni, amik egyértelművé teszik Kaposvár állattenyésztési kötődését, Kaposvárnak a matén belüli helyét és szerepét. Ezért is tartottuk ott a nyitónapon az állattenyésztők napját is, amelyik szeptember 29-re Szent Mihály napra esik, és tartottunk magas szintű szakmai találkozót, amiben előadások, hozzászólások és nyilvánvaló ismeretterjesztés és ismeret átadás volt a legfőbb cél. Tehát ez egy fontos találkozó volt mindenképpen. Egyébként minden szakmai találkozó fontos, de azt hiszem, hogy most a jelen helyzetben, az agrárgazdaság jelen helyzetében ez kiemelten fontos esztendőre. Annyi időnk maradt, hogy azért beszéljük meg a vetések állapotát, hiszen láttuk, hogy meglehetősen és nem viszonylagosan olyan volt az időjárás, amit hát azt mondjuk, hogy talán visszatértünk a közép-európai rendes időjáráshoz, tehát azért volt eső is, de ennek ellenére nem tudhatjuk, hogy a vetések miként viselkednek ebben az időszakban. A vetések alapvetően ugye elkezdődtek az ősziek vonatkozásába, különösen ugye a repce, hát a repce be is fejeződött. A repce továbbra is a csökkenő tendenciának a részét képezi. Nagyjából a 186 helyett, ami idei évben betakarításra került, gyakorlatilag olyan 160 ezer hektárra való vetési szándék mutatkozott, ami kevesebb lesz, hiszen aki túl korán vetett, és nem jött az eső, ott kelési problémák is keletkezhettek, és hát bizony országszerte nagyon erőteljes a pocok terhelés. Tehát vannak receptáblákon, kijöttek a pockok. A Nébik foglalkozik vele, hogy a egyedi pocok lukankénti való írtás helyett kiadja azt az engedélyt, hogy táblaszintű írtást is lehet tenni, de hát egyelőre ez nem történik meg. És ha az őszieket nézem, majd ahogy az árpa és a búza bekerül, és netán nem lesz engedélyeztetve a táblaszintű védekezés, nagyon-nagyon komoly károknak nézünk és nézhetünk elébe, attól függ, hogy milyen az ősz. Természetesen egy pockot
És hát itt jön csak úgy vissza, hogy a szántásnak néha helye van, hiszen a gradációt egy ilyen szántással azért lehet ilyen értelemben ritkítani, meg ha kalászos után kalászost vetünk, akkor is azért a szántásnak helye van a rendszerben, de lezárt szántásnak, tehát azonnali lezárt szántásnak. Tehát egy kicsit gyorsítva ugye a számadatokat, ilyen értelemben a repce továbbra is gyengélkedik, és amíg a növényvédelme nem oldható meg, addig nem is lesz más irány, sajnos csökkenünk vissza nagyon erőteljesen. Bár a repce ára még azért úgy, ahogy tartja magát, csak nagyon nehéz megtermelni. A másik, lényegesen kevesebb lett az árpából a vetési szándék. 390 volt ugye az idei évben a betakarított, és 330 körüli az a vetési szándék, amit a gazdák jeleztek. Hát a végét meglátjuk nyilvánvalóan, de hát ennek az oka, hogy az árpának nincs ára. Oka, hogy az ausztrálok Kínát abszolút ellátják árpával. Tehát az árpa iránti kereslet nagy mértékben csökkent. Bár még valamennyi vásárlások alacsony áron vannak, nem úgy, mint a takarmánybúzánál. A búza várható vetési szándéka is kevesebb a tavainál, és hogy olyan 900-950 ezer körül fog végződni, vagy remélhetőleg több, ez majd kiderül, hiszen itt a takarmánybúzát termelőknek nagyon gyorsan váltania kell az étkezési búza irányába. Itt is már említettem, de megismétlem, hogy egyedül Magyarországnak a kalászos étkezési búzába van versenyelőnye Olaszország felé. A magas fehérje tartalmú sikérű búzáknak van piaca most is Olaszországban, mert egyelőre ebbe a tömegtermelésbe mindezt az ukrán búza nem tudja, és nincs is ára természetesen a takarmánybúzának, de a jó minőségű étkezési búzának van, és ha ezt nézzük, hogy az Alföldön ez azért jó átlagban megtermelhető, ezért van kiút, de hát ehhez kell a precíziós mezőgazdaság, ehhez kell, hogy jó minőséget tudjunk folyamatosan produkálni. Tehát keretbe zártuk voltak éppen a történetet, elengedhetetlen, hogy a precíziós mezőgazdaság előtérbe kerüljön hazánkban is. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Természetesen köszönöm ezeket a beszélgetéseket, kedves nézőink, folytatni fogjuk, hiszen rendkívül fontos ez az időszaka az agráriumban is. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.